Békesség veletek! Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ha Széchenyi név a magyar emberek közt szóba kerül, akkor mindig Széchenyi István jut eszünkbe, illetve Nagyszenk. Nekünk Fertős Széplaknak elsősorban Széchenyi Ferenc jut eszünkbe, aki itt született Fertős Széplakon, éppen ma 270 éve ebben a kastélyban, és itt nevelkedett 17 éves koráig. És gyakorlatilag itt kapta meg azokat az alapokat, aminek köszönhetően európai hírű tudós, politikus, államférfivá vált. Érdemes elolvasni Széchenyi Ferencnek a életútját, illetve azt, amit ő befutott pályát. Az egyik nagyon fontos az a tanulás, a tudásnak a szerepe az életében, de ezt nem magára fordította, hanem a közösségre, társadalomra, és talán ez a legfőbb üzenet, hogy a kutatóknak, tudományban élőknek, másokat, az egész emberiséget, hazájukat kell szolgálniuk. Fertős Széplak önkormányzata a mai napon átadta a felújított teret, a felújított kastélyépületet és az OSK segítségével újraalkotott Széchenyi emléktáblát. Büszkék vagyunk az együttműködésre Fertős Széplak polgáraival és önkormányzatával, további közös projektekben gondolkodunk. Elindította a Széchenyi Könyvtár alapjait, és elindította a Magyar Nemzeti Múzeumnak az alapjait, fantasztikus dolog. Másoknak a támogatása, a mecénáskodás, jó családapaság, vagy pedig a családban való élet, és a harmadik pedig a hit, az teljes hit tudja tenni az embereknek az életét, és mindenkit erre biztatok most ezen a 270. évfordulón.